A Jumbo Tuba együttes dallamai hangolták az adventi udvarba látogatókat. Advent harmadik vasárnapja az örömről szól, ezen a napon a források szerint az Úr eljövetelének közelettét ünnepeljük. Ma advent harmadik vasárnapja van, amikor a keresztény hagyomány szerint meggyújtjuk a harmadik gyertyát az adventi koszorún. Ezzel a gondolattal köszöntötte az adventi udvar látogatóit Leber Ferenc, Paks alpolgármestere advent harmadik vasárnapján kiemelte, a karácsony közelettével a városban folyamatosan zajlanak jótékonysági akciók. Minden munkahelyen zajlanak az úgynevezett cipős doboz akciók, már sok helyen átadásra, továbbításra kerültek a rászorulók számára az ajándékok, adományok. Egy ilyen adományozásról szeretnék én is beszámolni a Fidesz-KDNP képviselőcsoportja részéről is, amelynek keretében a város egyéb nem kismértékű támogatása mellett a héten képviselőinkkel 30-30 ezer forintot adományoztunk a segítők háza támogatására. A városi adventi koszorú harmadik gyertyáját Leber Ferenc gyújtotta meg, utána az ünnepségen fellépett többek között az Atomerőmű Nyugdíjas Klub énekkara is. Mindenféle csavargónak szállás nem adható, nincs itthon az édesanyám, csak egyedül vagyok. Készül a közös fotó, sztár vendégből nem volt hiány a hétvégén az adventi udvarban. Molnár Ferenc Karamell szombaton koncertezett a paksi közönség előtt. A Máté Péter és Fonogram díjas énekes most a legismertebb dalaival készült az érdeklődőknek. Karamell stábunk kérdésére sikeresnek értékelte az idei esztendőt, ami a végére jelentősen besűrűsödött. Nagyon sok jótékonysági rendezvény, vagy jótékonysági szervezésű dolog esik így be az utolsó pillanatban. Nagyon sokan most találják ki, hogy vagy mostanra állnak össze különböző jótékonysági programok, amiknek egyébként meg nehezen tudok nemet mondani. Egyébként most is egy jótékonysági rendezvényről érkeztem. Úgyhogy ezek egy picit megnehezítik az év végét, mert tényleg már ott tartunk, hogy kevés a 24 óra, meg kevés a, nem tudom, a 30 nap a hónapból. A korábbi tehetségkutató műsort nyert énekesnek az év végén szinte alig marad ideje a karácsonyi készülődésre. Ajándékokért például az utolsó pillanatban fog rohanni. Emiatt nagyon, hogy mondjam, szégyellem egy kicsit magam, de valahogy mindig az utolsó napokra marad ez nálam, mert ez van, mindig közbe szól az élet, és akkor tényleg lényegében nagyon-nagyon kevés időm marad itt személyesen rá, meg azért nekem egy kicsit nem panaszkodás, szóval nagyon élvezem, hogy ismert vagyok azáltal, amit csinálok, de azért meg tudja nehezíteni egyébként az ilyen bevásárlókörutakat az ismertség, de hát ez meg vele jár. Karamellel készült teljes interjút és adventi udvar ünnepi hangulatát felidézzük december 23-án hétfőn a Közéleti magazinban.